Sziasztok! Gergő Ferenc vagyok, és ez itt a SolidWorks Visualize 2022-es újdonságai. Na vágjunk is bele, mi van, mi történt a felszín alatt, milyen újdonságok jöttek be. Első körben például a sarokrádiusz támogatás, ezáltal kevésbé steril eredményeket kapunk, a rádiuszokat teszünk az élekre, jóval realisztikusabb, részletesebb lesz a renderelés minősége. Aztán jön egy menetábrázolás, csak úgy, mint a SolidWorks-be. Itt is változott a menet kijelzése, tulajdonképpen onnan veszi át ezt a normál mappes megoldást. Aztán van egy eredménynézegetőnk rendereléshez kitalálva. Újra renderelhető, kimeneti referenciákat nézegethetünk, infókat. Sokkal olyan informatívabb megoldás, mint a régi volt. És azon kívül tudunk több mozgás tanulmányt átvenni SolidWorks-ből, tehát haladót, sima alapmozgást is, vagy akár motion-ös megoldásokat, vagy több robbantott táblát, de még ide sorolhatnám akár a mate controllert is, amit szintén át tudunk venni animációként. Na nézzük is meg a egy-két dolgot Visualize-ba. Megnyitom ezt a modellt. Igazából a szerszám, mint láthattátok, szerszám van rajta, tehát ami hát nehéz úgy renderelni, hogy például nem tesszük rá az összes felületi életletörés, vagy ilyesmit, hát elég csúnyácska szegény, hogy ne kelljen ezzel sokat vacakolni, egyszerűen annyi csak a dolgunk, hogy bemegyünk az Advanced fül alá, mondjuk legyen, hát hogy látszódjon is valami, ráteszek 1 mm-t az összes rádiusra, és már rendeléskor látszik is azonnal, hogy rá is tette, sőt kamerát változtatok, kicsit közelebb érve, látszik, hogy az összes meglevő érre rátett egy lekerekítés, sokkal jobb a hatás, egy kicsit ezt is közelebbről megnézzük, tehát máshogy csillog a fény, nem olyan stelira renderelés. Oké. Okay. Jó, következő, amit szeretnék megmutatni, az a menetjelölés. Itt van egy SolidWorks-ös fájlunk, itt azt SolidWorks, és rossz mappában vagyok, úgyhogy belemegyek a Demo Visualize mappába. Aha, itt van ez a tengely, menettel ellátva. Le is töltődik lassan. Hát igen, monitorozzuk a fájt, ne veszem el. Meg is van, és akkor itt is látszik, hogy már hát egy kicsit változott itt normál map. Még egy kicsit csúnyácska szegény, úgyhogy a textúrai látszik, hogy bum mapot tették rá. Kicsit elforgatom, hogy jobban nézzenek egy normál mapbe, adja meg. De hát megnézhetjünk bumpmapban is, de az nem a legfényesebb megoldást, adja inkább legyen a normál map. Ugyanígy a belső átmérőkre is vonatkoztatva hasonlóképpen normál mappes megoldást kapunk. Jó, ezt most ténylegesen kirenderelem. Most valami kisebb, 1280x, mit tudom, jó lesz az start render. Mint látható, beugrott egy ilyen output viewerbe, ami, hogyha mondjuk projektet csinálunk, éppen V betűbe bármikor ide visszaugorhatunk. Mutatja, hogy sima egyszerű frame lett rengerelve, akkurátusan, pontosan, denoisert is használtuk, és élő rendert használtunk. Részletekbe szintén bele tudunk menni, és bármikor újra lehet ezt kérni ennek a renderelését. Tehát, hogyha most visszaváltok a eredetire, mondjuk változtatok egy perspektívát, és ezt is újra menj messzebb. Így van, elkezdem renderelni. Jó. Akkor ennek is, tehát felsorolásban ő is benne lesz, tehát bármelyik lehetőséget újra lehet bármikor renderelni, újra lehet elkészíteni ennek a megoldását. Oké. Okay. Tehát ez az Output Viewer újdonsága. Oké. Okay. Na. Nézzük a következőt, addig elindítom, amíg visszaváltok a PowerPoint-ba. Tehát volt sarokrádiusz, ahogy a modellnél meg kell adni, hogy mekkora rádiusz legyen mindegyiknek. Aztán volt menetábrázolás frissülése, ugye az eredménynézegető őt nem mutatta meg, kicsit hosszadalmas lenne. Úgyhogy megyünk is tovább, most következő újdonság, hogy már erre az modellre, szép nagy modell amúgy, azért kell egy kicsit időt adni neki, hogy betöltődjön. Kamera illesztés, hú, de hiányzott már, ugye perspektívát ki kellene találni valahogy a háttérképből, ez most már nagyon egyszerűen működik, árnyéksegédeket tudunk létrehozni, aztán kiosztásokat tudunk kezelni, mindenféle modelleket, kiosztás, akár lineárisan, akár szórtan,
amit szintén be fogok mutatni, lettek új animációs lehetőségünk, csoportban rendezés, kameraváltással, minden ilyesmivel. Na, vissza ide a modellre, hát ebben most minden benne van igazából. Szép nagy dög modell, nem vettek ki belőle semmit, hogy 100 mega körül van ez a projektel. Na nézzük csak, nézzünk egy háttérképet neki, egy környezetet inkább, ahol jó is a, hogy mondjam, a kép minőség van, egy ilyen Lakeside nevezetű helyszín, aztán a helyszínnél ki is akartam kapcsolni, ne sealed legyen, hanem environment, ugye itt elég jó a fényelhelyezkedés, viszont háttérképnek nem ezt kéne megtartani, úgyhogy átmegyek plate-be, és a háttérképben Nemo háttérkép, feltesszük a hajóra. Na most aztán ki tudja megmondani, hogy most ez milyen perspektívát kéne használni a kamerával, ugye ez a görgetése változtatható. Hát nem igazán, úgyhogy ami újdonsága ebben, hogy milyen fókusztávolságot használjunk, az van egy olyan, hogy match kamera, és akkor be kell mindenféle dolgot állítani, például pirosokat beállítom a horizontra, ugye egyik horizont, másik horizont, ugye ezért így, utána a kékeket szintén, mondjuk ezt a korlátra helyezem, nagyjából jó, a másikat pedig ide, ehhez az irányhoz, fogjuk rá, és akkor most már jó is a perspektívánk, most már csak a helyszínt, a zoomot kell megtalálni, hát nagyjából jó helyen van itt. Még amit meg kéne nézni, ami nem stimmel, hogy rossz irányba megy a fény, úgyhogy ezt egy kicsit megtekergészem, hogy kb-re ugyanaz, mint a fénykép legyen, hát fogjuk rá, kicsit ilyen zoomolom, és akkor látható, hogy nem stimmel igazából, mert belemegy a falba, ez az egész, úgyhogy adunk hozzá egy teljesen új primitívet, egy fal nevezetűt. Na, egy kicsit be kéne nekem hasítani a másik renderelésre. Hopp, és akkor mozgatjuk is ezt a falat. Hát, próbálom úgy beállítani, hogy stimmeljen itt ezzel a háttérrel. Na, talán jó lesz. Fogjuk rá, hogy jó lesz, még kicsit nagyítom egyik irányba, szélesítem, oké, és innentől kezdve bekapcsolom, hogy ez a fal most már nekünk, így van, azt mondja, hogy a generálba kéne menni, és azt mondja, hogy egy shadow catcher lesz, és a renderelt verzióban már látszik is, eltűnik, ilyenkor elrejti ezt a shadow catchert, és olyan, mint a falra vetítené rá ezt a képet, vagyis hogy a árnyékolást. Na, oké, most kikapcsolászom. Nézzünk egy újabb lehetőséget, egy másik környezettel. Hát a plétet ugye megváltoztatom, ez legyen a háttérkép. Azt az alkatrészt én ki is gyomlálom most, hogy a fal ne zavarja minket. És azt mondjuk neki, amíg kicsit egyszerűbben, hogy gyorsabban tudjak haladni. Így, az árnyék nem érdekes, mert úgyse lesz rajta árnyék. Most még csak az előnézetben van, hogy még egy felülnézeti képbe szeretném megadni, hogy innen érje a fény ezt az egészet, ugye a helyszínnél, ja meg ne ez a Lakeside legyen, hanem valami más típusú környezetből kapja a fényt, mondjuk legyen az a desert nevezetű, oké, és még pluszba, és még pluszba tudunk olyan fényt hozzá passzintani, ami úgy néz ki, mintha a kamera jellegi helyzetéből kapná, mint egy pontszerű fény, mintha ez mindjárt változik, nyugi. Erőség van, mert ténylegesen kis pontszerű fényből jönne el egész sok rá fölülről. Oké, na, ez is megvan. Mert nagyjából beállítom a kamerát, és akkor hozzáigazítunk pár új modellt is. Azt mondjuk neki, hogy új modellt. Na, mozdulj. Ez az. Importálunk egy modellt. A Visualizer-ről nem egy objektet szeretnék, most akkor mindent megmutatok, egy 3D-es modellt. Oké, nem kell snap-to-fly, de mégis miért ne, akkor arrébb tudom mozgatni. Ó, egy cápa érkezett meg, meg kéne forgatni most egy kicsit X tengely körül ezt a cápát. Azt mondja neki, hogy
lehetőleg ne fejjel lefelé, még a Y körül is. Nézz egyenes irányba velünk, és elkezdem, túl nagy ez a cápa talán, még egy kicsit lefinomítom. Ő az új utasunk. És kicsit arrébb viszem már, hogy jó. Tehát nagyjából, hát kicsit közelebb. És azt mondjuk ennek a cápának, hogy ebből én generálok egy új patternt, és itt azt mondom, nem ilyen gridbát, ne legyen, nem, hanem ilyen szórt alakzatban legyenek, és ilyen tólig értéket, 5 cápa bőven elég lesz, mondjuk -2-től minden irányba, 2-es értékig elszórulhatnak, és még Y-tengely körül -90-be, meg +90-be mozoghatnak. Jó, hát és ugye nem jó az elemi, akkor itt egy randomat újra megdobok. Hát így szép is lesz, és akkor renderelve, renderelt eredményként is meg tudjuk nézni ezt. Mi lett belőle? Cápa támadás. Oké, hát itt tündökölnek körülöttük. Kicsit összefentek, úgyhogy még egy-két randomot nyomok neki. Ó, hát addig kell nyomni, vagy összép húzzuk, teljesen mindegy. Tömegjelenet érkezett. Szuper. Oké. Na ennyit a sort részről. És kicsit belemegyünk most az animáció rejtelmeiben. És hogyan is tudunk animációkat létrehozni, itt is visszakapcsolok azért még az eredetire. Gyengébb két minőségre, ne rágessen. Na szóval, nyomok egy T billentyűt, hogy az animációs ikonsor előkerüljön, és itt is mozgatni fogok alkatrészeket, leginkább nézzük, hogy ez az egészet kijelöl nekem, viszont csak elég ezt kijelölni, úgyhogy őt megfogom, ezt az alkatrészt, és itt még a timeline-ba először létre kellett volna hozni, például még számol a gép, hogy hány másodperc legyen az animáció. Igen, szép nagy a modellünk, még egy kicsit megküzd vele. Érdemes erős videókártyával felvértezve nekiállni ennek a dolognak. Na, meg is van. Úgyhogy megpróbálom arrébb vinni ezt itt nem az egészet, csak a pirosat, az a vége, főcím. Itt meg visszamegyünk kezdőbe. Tehát a kezdőpontban ez a alkatrész. Ja, igen, mikor kijelöltem az alkatrészt, hogy bárnyomok egy K billentyűt, hogy legyen egy kulcspontom, utána megyek a végére az animációnak, és kirántom őt a helyéről. Jó, egyik kulcspont meg van, visszamegyek a kezdőbe, jön a következő, szintén a végére tolom a kulcspontot, és ezt az alkatrészt is kihúzom. Rendben, jön a következő, ő következik, őnek is csinálok egy kulcspontot. Végére teszem. Ó, nem tettem kulcspontot neki. Se baj, most elbénáztam. Akkor megnézzük úgy, hogy visszaveszem, és megpróbálom őt visszahozni a helyére. És akkor ez lesz a nulla pontja. Hát, hogy nagyjából. Neki is csinálok egy kulcspontot. Kitolom. Megint nem csináltam kulcspontot. Na, csak sikerült. Tehát ez a nulla pont, aztán elmegyek a végére, és most tolom ki. Ez az. Most már lesz egy animációm. Ugyanígy a következőnél is, ennél az alkatrésznél is kijelölöm, ugye a nulla pontnál és a végpontnál pedig az alkatrész is kijön vele együtt. Szuper, ezek így ketten. Még talán egyet beleveszek, megint csak elmegyek nulláig. Azt mondjuk neki, hogy itt van ez a kis alkatrész, ide felveszek egy kulcsponton. Meg volt? Nem volt meg. Oké. Most már mind a kettőt felvettem, ezt törlöm. Úgyhogy még visszamegyek a legvégére, és ezt az alkatrészt szintén megmozgatjuk. Oké. Jó, ki van emelve. És akkor most ugye, ahogy húzom itt az idővonalat, visszamegyek az elejére, és
lejátszom, ugye minden egyszerre akar mozdulni, természetesen. Aztán lehet olyat is, hogy egybeveszek alkatrészeket, tehát ez a, meg ez a, összecsoportosítva, összegruppolom, egy csoportba tartozzon, melyikkel is kezdjük, kezdjük talán az utolsóval, ő legyen elől, őt egy kicsit eltolom az animációval, meg őt is, és akkor lejátszáskor ez úgy fog kinézni, hogy előbb az elindul, aztán az elindul, aztán az elindul. Tehát egyszerre tudunk animációkat gyártani hozzá. Például a kamerát is ugyanúgy be lehet állítani. Kicsit itt közelről indulok ebbe a kamerába, és a kamerának is jelent most egy kulcspontot, és azt mondjuk, hogy mire végére ér a kamera, addigra már kicsit kijebb zoomoljon, meg kicsit forduljon el. Oké, aztán felveszek egy újabb kamerát, de még mielőtt felvenném, azért visszatekerek kezdőbe. Felveszek egy újabb kamerát, azt mondjuk neki ez a oldalkamera, átnevezem oldalnak. Jó, itt beállítjuk, hogy oldalról nézzük a modellt. Oké, kicsit távolabbról. És ennek is adok egy kulcspontot. Jó, és a végén, mire végig terj az animáció, én már innen fogja mutatni kicsit közelebbről, kicsit beljebbről. Ennyi. Jó, felveszek egy újabb kamerát, egy harmadikat is. Azt mondjuk, hogy új kamera. Ez lesz a előnézeti kamera. Be is állítom, hogy előre mutassa a modellt. Puty, kicsit távolabbról, ez majd, ennek is fogok, nyomok egy K betűt, kulcspontot, felveszek, végére tekerek. Igen, és akkor ez most még közelebb fog kerülni. Így. Jó, ez lesz az utolsó animációm. Na és akkor ezeket az animációkat ugye valahogy nem egyesével kéne, hanem a kamerával, vagy az összeset. Úgyhogy azt mondhatjuk neki, hogy hozzáadunk egy új kamera szekvenzt, tehát új sorrendet, és most a melyik kamera az első, a default, úgyhogy bemegyek a kezdő pontba, és nyomok erre egy default kamerát, így-ni, aztán elmegyünk két másodperccel később, elmegyünk az oldalkamerába, aha, itt elfelejtette felvenni a defaultot, oké, és akkor bemegyünk, még a harmadik megjelenésbe is, ez pedig a elő a kamerát fogja itt kapcsolni. Jó, tehát az egész animáció úgy fest, visszatekerve, hogy indul az egyik kamerából a robbantást, folytatja az oldalnézetből, és végül szemben nézetből fejezzük be. Ja, így azért egy kicsit profibb az animáció, meg erre van egy animáció is szintén, amit még az elején láttatok is. Azt mondja, hogy meg is keresem. Jó. Itt is van. Tehát ez volt a renderelt a változata ennek a megoldásnak. Na, így már előre kezdődik. Szóval ez volt a Visualize, azaz kameraillesztő. Nagyon jól lehet már perspektívát illeszteni kamerába. Árnyéksegéd, ugye virtuális falat tudunk emelni árnyéksegéddel, random kiosztást tudunk, nem kis vacakhalakkal, hanem cápákkal, és ezt szórva lehet megosztani, és az animációba csoportozni lehet, kamerát lehet változtatni animáció közben. Ezek természetesen most már csak a Professional Visualize-ra vonatkoznak, ezek a kamerás animációk. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet, szép napot nektek!